Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu. Ha úgy érzed ma, hogy a tartós rossz kedv és az aggodalom lehúznak, ne tűr tovább. Ismerd meg a Rombolj, hogy épülhess, törj ki negatív érzelmeid fogságából című új, ingyenes kiadványunkat, és törj ki a negatív érzelmeid fogságából. Rendeld meg saját ingyenes példányodat a leírásban található linken. Most pedig következzen a mai nap üzenete. Válaszok a nagy kérdésekre. Negyedik rész. Krisztus, Isten mindenek felett, áldott legyen mind örökké. Ámen. Pál rómabeliekhez írott levele, 9. fejezet, 5. vers. Vannak, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus soha nem is létezett. Bár a szkeptikusok megtehetik, hogy elutasítják a Biblia erkölcsi üzenetét, nem tagadhatják annak történelmi hitelességét. Több mint 25 ezer régészeti lelet bizonyítja, hogy a Bibliában említett emberek, helyek és események valósak, és a rájuk vonatkozó leírás pontos. 25 ezer, nem kevesebb. Egyetlen régészeti lelet sem cáfolta a Bibliát, sőt, a Biblia leírásai sokszor elképesztő felfedezésekhez vezették a régészeket. Jeffrey Schiller, nem keresztjén újságíró, az Igaz a Biblia című könyv szerzője ezt a következtetést vonta le. A modern régészet rendkívüli módon megerősíti az Ó és Új Szövetség történelmi magját, és alátámasztja a bibliai történetek kulcsfontosságú részeit. Jézus születése, szolgálata, halála és feltámadása cáfolhatatlan történelmi tény. Josephus Flavius, az egyik leghíresebb zsidó történész ezt írja. Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És ám bár főembereinek följelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették. Mert harmadnapra feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött próféták ezt és sok más csodálatos dolgot előre megjövendöltek felőle. S még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette nevét. Jézus nem csak élt, hanem meg is halt azért, hogy örök életed legyen. Fogadd el őt még ma megváltódnak. A mai ige című ingyenes kiadvány napi üzenetei a YouTube felületén július 1-től kezdődően heti 3 alkalommal lesznek elérhetőek. A maiige.hu internetes oldalon a hét minden napján továbbra is folyamatosan elérheted az elmélkedéseket audio és szöveges változatban egyaránt. A videó alatti leírásban egy kattintással eljuthatsz a mai elmélkedéshez. Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu